Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Örkény. És találkozó. Rég volt már Mizsei. Hiányzott, tudom. Ilyen hülye Balatonokra járkálunk, az közben itt van nekünk jó kis Mizse. A retro szerelvény. Mi vagyunk a 128-as csörivel. Szemben velünk pedig a 148-as. Egyébként a vezérlőben vagyunk, valószínűleg rossz a vezérlő, mert konkrétan a mozdony mögött van, úgyhogy Mizsén körbe fog járni majd a csöri, aminek következtében valószínűleg késni is fog. Aztán Franciát ugye lehet megcsinálják időben, egyelőre időben vagyunk. De nem azért jöttünk, hogy most a Lajos Mizsei vonalról beszélgessünk, csak kellemes a hasznossal, nem? Tehát van egy téma, amit bárhol ki lehet dumálni, akkor meg már miért a Mizsein? No, és ez egy politikai videó lesz. Igen. Tudjátok, mostanában rászoktam erre a vlogolgatásra, és mivel itt van a hétvége, itt vannak a választások, és én azt gondolom, hogy minden szempontból ez egy fontos választás lesz, hiszen a következő éveinket határozza meg. Ezért én szerettem volna erről beszélni. Tudom ma Magyarországon arról beszélni, hogy politika az egy ilyen, hát még orosz rulettnek sem mondanám, hanem egy ilyen biztos harakiri, hiszen egyszerűen olyan indulatokat tud generálni bizonyos emberekbe, amit én egyébként nem is értek. Szóval nekem soha nem volt az a problémám, hogyha valaki nem arra szavazott, vagy nem arra húzott, amerre mondjuk én szavaznék, vagy szavazok, vagy amerre én húzok. Tehát egyszerűen máshogy gondolkodunk, és az embert el kell fogadni. Lehet ettől még jókat beszélgetni egyébként erről, még akár vitázni is. Csak ugye a vita meg a veszekedés között van egy óriási különbség, illetve szakadék, és én azt gondolom, hogy veszekedni nem érdemes politikán, ettől függetlenül. Miért ne lehetne egy videóban elmondani az én gondolataimat ezzel a dologgal kapcsolatban, és tegyétek ezt nyugodtan a komment szekcióban is. Igazából minden, hát ez a minden párt, ezt most hagyjuk. Tehát én megmondom őszintén, hogy ezeket a kisebb pártokat teljes mértékben el is engedném, és ha két dolgot tudnék javasolni, hogy őszinte legyek, az egyik dolog az az, hogy mindenképpen menj el szavazni. Teljesen mindegy, hogy kire szavazol első körben, majd mások körben elmondom, hogy miért nem teljesen mindegy szerintem, de első körben legalább menj el szavazni, hiszen sok olyan ország van, mely országokban azért küzdenének, vagy hát küzdeni sem küzdenek, mert akkora diktatúra van, hogy szavazhassanak, és nálunk ez megadatik, szóval megteheted azt, hogy elmenjél, és leadd a szavazatodat arra, akire te szeretnéd. És azt gondolom, hogy ha valaki ezzel a jogával nem él, akkor hát nyilvánvalóan el kell fogadni azt is, természetesen, de én azt gondolom, hogy nem cselekszik helyesen. Úgyhogy szerintem mindenképpen menjetek el szavazni, ez az első. Hogy miért ne szavazatok ilyen lófütyi pártokra? Azért, mert teljesen mindegy, hogy most 0,3 vagy 0,4%-ot fognak kapni. Most itt tényleg ezekre a kis névtelen pártokra gondolok, akik tudjuk, hogy miért hozzák létre ezeket a pártokat, és miért indulnak el a választáson. Teljesen értelmetlen rájuk szavazni. Így tulajdonképpen valamelyik nagyobb pártól fogod elvenni az XY szavazatodat. Úgyhogy igazából egy olyanra voksolsz, aminek semmi értelme. Jobb, hogyha elmész szavazni és rávoksolsz egy ilyen kis lófütyi pártra, de igazából majdnem ugyanaz, mintha nem mennél el szavazni. Megmondom az őszintét, hogy én nekem ez egy nehéz kérdés lett volna, és sokáig nem tudtam, hogy kire fogok majd ezen választáson szavazni, hiszen
ugye az ellenzék indított egy előválasztást az ő jelöltjükkel kapcsolatban, és hát azért nagyon fontos kérdés volt számomra az, hogy ott ki lesz az, aki majd ezt az előválasztást megnyeri. De az az igazság, hogyha az ellenzéket nézzük, akkor én legalábbis úgy gondolkodom, hogy az a nagy problémám velük, hogyha tegyük fel megnyerik, akkor annyira egy olyan, hát mondjuk ki szedett-vedett brigádból összeállt ellenzékhez, különféle néző és látó nézőpontokkal és látásmódokkal ezt akartam kihozni. Tehát, hogy nem látom én azt, hogy ők stabilan úgy együtt tudnának dolgozni, és ne széthúzás legyen ebből, hogy az jó legyen az országnak, mert nyilván az országnak kell jónak lennie. Viszont ott van a kormány, a jelenlegi Fidesz kormány, aki igazából sok jó dolgot csinált az elmúlt 12 évben. Én azt gondolom, hogy például gazdaságilag maradjunk annyiba, mert ebben nem nagyon lehet belekötni, hiszen ezek számadatok, tények. Tehát gazdaságilag mi a Covid helyzetből mi még istenesen jöttünk ki ahhoz képest, hogy sok nálunk gazdaságilag előtte jobban álló ország, hogy megrekedt igazából a Covid válság ideje alatt és után. Úristen, egy mekkora kutya jön felém. Ezt nem erőtetjük az arrafelé sétálgatást. Szóval én azt gondolom, hogy nem lehet ezt elvitatni, és ezen kívül is rengeteg jó dolgot csináltak, de azért valljuk be, egy olyan gusztustalan módszerrel az elmúlt hosszú-hosszú időt kiaknázva és mindenféle törvény és egyéb módosítgatások által olyan szinten bebetonozva alakítottak ki sok helyen egy monopol helyzetet, például itt a vasútépítésnél egy egyértelműen monopol szituáció alakult ki, tehát teljesen mindegy, hogy a pályázat meg van a hirdetve, előre tudjuk, hogy közben azért hátra nézek, hogy a kutya nem eljön, szóval előre tudjuk, hogy úgyis ki fogja, kinek a cége fogja megnyerni, és ez számtalan más esetben is ugyanígy van. A közmédia az már nem közmédia, hanem tényleg egy propaganda csatorna. Ezt lássuk be, én ezt még azt gondolom, hogy a kormánypárt hívőit is beláthatják. Kapott kemény 5 percet Márzaj Péter az egész évben, még mindenki más, aki a jelenlegi kormány embere, ők töménytelen mennyiségben tolják a interjúkat, illetve a propagandájukat a közmédiában. És akkor ott van a számomra egyébként szimpatikus Márzaj Péter, aki látszik, hogy rutintalan, szóval, hogy egy csomó olyan interjúban a kérdésre olyan választ adott, ami igenis fel kell mérnie már előre, és minden szavát 6-szor átgondolnia, mielőtt kimondja. Tehát pontosan tudni kell, hogy ezeket a kontextusból kiszedve mennyire rosszul hangzó ellenpropagandává tudnak válni, és ezt meg is tette nyilvánvalóan ugye a kormány és ezek a megafonosok, és igazából mindent kiragadva a kontextusból fel tudtak használni ellene, és egy olyan propaganda tudott kerekedni ebből, hogy bizony sok olyan ember, köztük egyébként még talán egy picit volt egy időszak, hogy én is, meggondolta kétszer, hogy most tényleg rászavazzak-e vagy sem. Igazából én például az amerikai struktúrát azért szeretem, vagy tartom értelmesnek, mert ugye nem lehet korlátlan ciklusban vinni az országot. Nyilván ugye ott teljesen más rendszer van, de ettől függetlenül ugye két ciklus után egy biztos váltás következik. Még hogyha szemléletben ugyanaz is marad, de akkor is a góré, most laikusok vagyunk, beszéljünk már embermódjára, nem fog itt precízkedni, szóval a góré az biztos, hogy változni fog. És szerintem nem egészséges az, hogy 12 éve ugyanaz a góré. Ez egyébként senkinek sem egészséges. Közben hív Andris, várjatok. Jó, most letettem. Szóval, hogy a lényeg az, hogy szerintem egy ember sem bírja ezt a hatalmat felelősséggel kezelni egy bizonyos időszakon túl. Tehát emberek vagyunk, és mindannyiunk hibázik, és én azt gondolom, hogy a hatalom az egy olyan komoly dolog, hogy ez pszichológiailag az embert megterheli, folyamatosan terheli, és hogy ezzel a hatalommal ne éljen vissza, vagy legalábbis csak mértékkel éljen vissza, mert én azt gondolom, hogy idő után minden ember hajlamos visszaélni, vagy legalábbis úgy tűnhet, hogy visszaél a hatalmával, hiszen jó döntéseket minden esetben nem lehet hozni, és azért az is természetes dolog, hogy nyilván segíted a haverjaidat, nem? Hogyha van egyfajta hatalmad. Na de az a lényeg igazából, hogy szerintem a mérték az, ami nem mindegy, illetve a mennyiség, az időintervallum. Én abban bizakodom, hogy
hogy nem is ez vagy az nyerjen, vagy amaz nyerjen. Én abban bizakodom, hogy legalább egy olyan kormány alakuljon, hogy egyenlő viszonyok legyenek így ellenzék és kormánypárt terén. Igen, nagyon esik az eső, úgyhogy folyamatosan törölnem kell a lencsét, sorry. Szóval, hogy egy viszonylag egyenlő szituáció alakuljon ki, mert a kétharmad az mindenképpen egy túlzó hatalom. Ezt mindenképpen meg kell szakítani, én azt gondolom. És pontosan ezért fogok én, és ezt akkor nem titkolom, én az ellenzéki összefogásra fogok szavazni. Nálunk a választókörzetben, ott a mi részünkön, a 9. kerületben, na az egy jó kérdés. Az az igazság, hogyha tartanám a szavamat, illetve hát ugye azt a monológomat, amit az előbb elmondtam, illetve a videó legelején, akkor én mindenképpen ott is az ellenzék jelöltjére kellene szavazzak, ez Jámbor András lenne. Ott van még Sára Botond, illetve a Mi Hazánktól Dúró Dóra, illetve a Kétfarkú Kutyapárttól valaki. Fogalmam nincs, hogy ki, őszinte leszek, de én a Kétfarkú Kutyapártot nem tudom komoly pártnak tekinteni, még hogyha nagyon sok jó dolgot is csinálnak, de szerintem akkor is csak egy vicc párt, akik néha már nem viccesek, az az én véleményem. Szóval nem tudom, mert a Jámbor András nem szimpatikus, a Sára Botond sem szimpatikus, a Dúró Dóra meg legalább jó nő. Még viszonylag. Szóval, jó, most ezt elpoénkodom nyilván, de még őszintén mondom, hogy azt még én sem tudom, hogy ott kire fogok szavazni. De nem is ez a lényeg. Én kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, és én annyit szeretnék, és annyi üzenetet szeretnék ebben a videóban átadni, hogy teljesen mindegy, hogy kire, én felőlem bárkire szavazhattok, és én attól senkit nem ítélek el, mert erre vagy arra szavaz, mindenki máshogy gondolkodik, de aki teheti, illetve hát nem aki teheti, inkább úgy mondom, hogy aki már abban a korban van, hogy joga van szavazni, menjetek el. Sziasztok! Na, ezt azért érdemes még megnézni, őrkény tekintetében. Figyeljetek! Már itt is minden szemét egyébként, de ez még semmi. Ezt nézzétek! Na, tényleg, sziasztok!